Az első kérdésem az, hogy hozzájárulsz-e ez a felvételhez, ami itt történik, az itt is marad, és most minden titokra fény derül. Vegas Baby. Sziasztok! Ez itt a Vegas Baby Podcast, itt van velem Ramos. Sziasztok! Szia, Ramos! Az első kérdésem az lenne, hogy hogy a francba tudtál idáig süllyedni, hogy bevállaltad a felkérésünket. Jó kezdődés. És beszálltál ebbe a csapatba. Sziasztok! Igazából az én történetem úgy kezdődött, hogy volt egy volt kollega, most nem tudom, hogy mondja már nevét, de ő ajánlotta egyébként a csapatot, és akkor mondta, hogy menjek el hogy menjek el a castingra, nézzem meg, hogy mi ez az egész. Igazából fogalmam se volt róla, hogy miről szól ez az egész. Hát minden szó. Előtte nem nagyon láttam, nem nézegettem. És utána felmentél Facebookra, vagy Instagramra, és akkor ott megnézegettél pár videót. Abszolút, felkerestem ugye Facebookon is a csapatot, meg beírtam ugye az internetre, és akkor igazából megtetszett ez az egész dolog. Utána el is mentem a castingra. Voltak egyébként jó kinéző srácok. Nem tudtam, hogy mennyi esélyem lesz, mennyire kell táncosnak lenni itt, mi számít jobban, hogyha mondjuk táncos vagy, vagy jól nézel ki, melyik a fontosabb, vagy mind a kettő balaszba kell, hogy legyen az egész. De abszolút szerintem jól sikerült a casting is, és akkor azóta igazából itt vagyok, ugye megkerestem egy pár hónap után, castingot követően, és akkor utána jöttem is a csapatba. Aha. Én emlékszem erre az ominózus castingra. Körülbelül 200-an jelentkeztek, abból szerintem önéletrajz és kép alapján 30 srácot hívtunk be. A 30 srác az még redukálódott körülbelül 20-ra. A 20 eljött. Egyébként arról csináltunk is videót. És akkor a 20 srácból, ha jól emlékszem, te maradtál, meg még egy srác, és ott az egy srác került be azonnal a csapatba, meg talán ott még egy srácra is volt szükségünk, és akkor téged eltettünk talomba, de neked volt még akkor még valami más is, mert hogy te még akkor úgy volt, hogy visszamész hajóra, ugye? Mert te előtte... Tehát nem valami ilyesmi volt, hogy te tudtál is volna jönni, meg annyira nem is, és akkor így emiatt így akkor jó, akkor inkább hagyjuk ezt egy ilyen nyitott könyvnek. Hát úgy volt egyébként, hogy én azonnal vállaltam volna, csak gondoltam, hogy akkor biztos nem tetszik. Betettetek valóban. Volt egy ilyen is a dologban, de aztán az az igazság, hogy annyira kifolytunk a srácokból, hogy végülis kénytelen voltunk neked szólni. Igen, de egyébként... És mágunk is volt, mert elvállaltad. Akkor még pont bennem volt, megkaptam egy hajós lehetőséget, egy óceánjárós lehetőséget, mert én sokáig óceánjáró hajó táncoltam, társas táncosként, és akkor volt egy ilyen lehetőség, viszont a hátmám mellett döntöttem, és úgy alakult, hogy akkor tényleg, hogy jövök teljesen minden héten. Kíváncsi voltam erre az egészre, hogy mit tudok ebből kihozni, nekem való ez, a nem való nekem, és azóta élvezem. Jó, hát mégis igen, hát ez a lényeg. Egyébként onnantól nem dolgozik az ember, amikor elkezdi élvezni a munkáját. Onnantól kezdve nincs munka, nem dolgozik az ember. Na jó, menjünk vissza egy picit a rég múltba, meg talán a nagyon múltba. Neked hogy jött ez az egész táncos dolog? Meg ugye arra is térjünk rá, hogy te ugye standard táncos voltál, latin táncos voltál, ugye? Jó emlékszem, és akkor menjünk vissza még az előtre, hogy mikortól kezdtél táncolni, honnan jött neked ez az ötlet, rájöttél, hogy ratyi vagy, és el kell kezdened standard táncolni, és akkor hát, ha ott majd kibuzulsz, mert lesz egy jó csajszi párod, és akkor... Ez egyébként úgy nézett ki, hogy általános iskolába, 8. koromba jött képbe a tánc, és akkor úgy kezdtem, hogy modern társastánc egyesületben voltam Újszászon, ott megtetszett ez az egész dolog, és az akkori tánctanárom látott bennem potenciált, ezért mondta, hogy miért nem próbálok meg tovább menni egy tánc szakközépiskolába,
Szóval így is lett, 9-be felkerültem ide a BTS-be, ami ugye Budapesten található. Rengeteg fajta táncot tanultunk, néptánctól kezdve balett is volt ugye kötelezően, és akkor a társastánc is volt, és a társastánc tetszett meg nekem a legjobban. Ezzel úgy voltam, hogy szeretnék tovább menni vele, és akkor hazakerültem vidékre, Pestről, és akkor volt egy táncegyesület, a Soul Dance, ez volt a neve, és oda kerültem el kezdőként. Standardet is táncoltam, de mindig is a latin vonzott, meg ez a latin muzsika egyből felpezsül a vérem. Nagyon megtetszett, és úgy voltam vele, hogy miért ne csináljam ezt versenyszerűen. Szóval elkezdtem versenyezni benne, folyamatosan fejlődtem, a párommal, az akkori párommal, táncpartneremmel nagyon jó eredményeket elértünk, országos szinten is. Nagyon jó volt az időszak, de aztán igen, utána ez a hajózás, hogy jött képbe, a Táncművészeti Egyetemre kerültem fel, és utána jött ez a lehetőség, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnám ezt az utcájárós témát. Benne voltam, igazából kipróbáltam, és abszolút nem bántam meg ezt az egészet. Előtte volt valami, ami nem tánc volt, és próbálkoztál vele? Munka szempontból. Hát akár munka, akár sport, nem tudom, fociz, nem fociztál, vagy csapat fele még... focista. Általános iskolában még a kosárom érdekelt, kosaraztam, de abszolút nem komoly szinten. Ezt a streetballt csináltuk, nem tudom, tudod, ismered-e. Aha, de nem, amúgy úgy voltam vele még akkor annó, hogy a tánccal szeretnék foglalkozni a későbbiekben, és mindenemet, minden erőmet arra összpontosítottam, hogy minél ügyesebb legyek a táncban. Aha. És amikor a csapatban jelentkeztél, vagy hát ugye szóltak, és úgy gondoltad, hogy akkor megpróbálod, akkor volt valami célod ezzel, vagy csak úgy úsztál az árral, aztán majd meglátod, hogy mi lesz? Először az volt bennem, hogy kipróbálom, hogy tetszik-e vagy nem tetszik-e. Abszolút nem csináltam még ilyen vonalon, táncoltam még, szóval úgy voltam vele, hogy ki akartam deríteni, hogy most ez nekem való-e, és nyilván úgy vagyok vele, hogy nekem való, persze nem is csinálnám, hogyha nem érezném itt jól magam, de abszolút jól érzem magam, a csapat szerintem nagyon király, egyébként mindenkivel nagyon jó kijövök, nagyon jó viszonyt ápolok. Te vagy a latin ördöge. Így szoktam felkonferálni a végén. Meg talán az egyetlen képzett táncos. Te tanult táncos vagy, nem? Mert hát mégis a standardot elég nehéz internetről levenni. Viszont nekem nagyon nagy nehézség, még a mai napig egyébként, hogy ugye van latin táncunk, a showban, de viszont főként ilyen hip-hopos elemek vannak, meg modern jellegű elemek vannak a koreográfiákban. Ezt egyébként egy kicsit nehézségnek élem meg, de azon vagyok tényleg, hogy átvegyem ezeket a mozdulatokat, és akkor, hogy minél jobban beleépüljek ebbe a stílusban is. Igen. Ez egyébként ki is akartam térni, mert ez egyébként látszódott, meg egyébként, hogyha jönnek más táncstílusból srácok, akkor egyszerűen én mindig úgy vagyok vele, hogy jó, hát profi táncos, mert az ő táncában nagyon profi, legyen ez néptánc, legyen ez verbunk, legyen ez modern tánc, legyen ez balettánc, legyen ez latin tánc, vagy bármi, és akkor úgy vagyok vele, hogy jó, hát csinálunk egy koreót, hát biztos, hogy a profi képzett táncosoknak fog menni a legegyszerűbben, és akkor azért látom, hogy teljesen más a mozgáskultúra, rendesen meg kell erőszakolni a mozdulatotokat, hogy azok helyén legyenek, mondjuk, aztán utána bejön egy latin zene, és annyira folyékonyan tolod, hogy akkor meg mindenki köbben csak téged néz. Egyébként van ugye egy nagyon jó show-nk is, ez a latin show, minden, most már szerintem harmadik éve, talán az a legütősebb produkció, így az előadás keretén belül, és hát óriási tapsot szoktunk mindig kapni. Én nagyon-nagyon örülök egyébként, én is imádom ugye a latin zenét, hát annyira nem jól tolom, mint a Ramos, de sokat tanulok tőle. Most már legalább
hogy mondjam, hivatalosan és szabályszerűen is, ugye ezeket a mozdulatokat szabályszerűen kell betanulni, nem elég csak internetről levenni, mint akár más tánc stílust. És általában 3-4-en felmegyünk ebbe a latin produkcióba, és a végére ott óriási sikoly szenzáció van. Ugye Ramon szokott középen zárni a végén. Én látom a közönségben, hogy mindenki középre néz, és Ramosra szegezi a tekintetét, aztán én meg csak így ott elvigyézkedek szélen, meg mondjuk a többiek is. Persze aztán ugye cserélgetünk, de alapvetően ez azért egy elég erős produkció, és azt ott szerintem viszed is azt a részt. Azt gondolom azért azt érzed, nem? Vagy a zenéket. Tehát ugye a koreók ott is azért kicsit össze vannak mixelve, azt azért tegyük hozzá, hogy nem teljesen te latin tánca, vannak benne inkább latinos elemek, lépések, és akkor ezt ötvöztük egy kis hátmendenszel. Én magaménak érzem egyébként, de azért ne felejtsük el, hogy van egy kolumbiai táncosunk is, az Edwin. Jó, hát igen. Mellett azért nehéz kitűnni a tömegből. Mikor bekerültél a csapatba, mi volt a legnehezebb, amit nem tudtál hirtelen abszolválni, vagy megoldani, vagy mi az, ami nehézséget okozott így a csapat munkáján belül? Ez jó kérdés. Én megemlíteném ezt a abszolút más stílus táncoltam. Fura volt először, hogy több száz nő néz minket a produkció alatt. Egyfajta lámpaláz volt bennem. De akkor a közönségen nem volt ott a standard táncnál? Vagy ott inkább csak a versenyeknél, ott a zsűrikre összpontosítottatok, és akkor így annyi? Én inkább úgy csak nézte valaki, nem? Azt mondanám igazából, mert volt olyan showunk, hogy rengeteg ember nézte olyan előadásunk, viszont itt csak nők vannak, és azért szerintem más előadni csak nőknek, mint mondjuk egy latin versenytánc. Melyik a kritikusabb? Tényleg, melyik a kritikusabb, amikor csak hölgyek vannak, vagy amikor néz a zsűri? És hát azért gondolom azért a verseny azért az kicsit izgulósabb, nem? Nem tudom. Most már így igen, persze, hogy így benne vagyok, de... Csak az elején. Először azért elég izgulós voltam, meg hogy tetszek egyáltalán, megfelelek-e. Hát igen, itt ugye van egy ilyen megfelelési ráta, hogy azért azt nem tudja eldönteni az ember, hogy... Mert oké, hogy most bekerül a csapatba, és én általában gondolok valamit, hogy ő valamilyen formát tud hozni a színpadon, valamilyen karaktert tud hozni, de az még mindig nem elég arra, hogy persze az már egy óriási nyitott kapu meg lehetőség, hogy utána tovább maradjon a csapatban az ember, de ugye ott van az, hogy ugye a hölgyek eldöntik, hogy tetszik-e a karakter, tetszik-e a fiatal ember a csapatban vagy sem, mert alapvetően végül is jó táncosokat lehet szerezni, meg jó mozgású srácokat, de magas, jóképű, izmos táncosokat azért azt elég nehéz. Én elég sok produkcióra járok, akár színházakba, akár más ilyen szórakoztató műsorokra, és szinte, hát ez kihaló félben van. Szerintem nagyjából mi vagyunk az egyetlen ilyen begyűjtője ennek. És tényleg iszonyat nehéz. Egyébként nem csak itthon nehéz begyűjteni úgymond ezeket a srácokat, hanem kint is, akár Angliában, akár Amerikában. Csak hát ugye ott több a választék. Meg mondjuk Amerikában ott egy repjegy, átrepülsz az egyik államból a másikba, és ott kb. Olyan, mintha egy országba repkednél, itt meg fel kell ülni a 4-es 6-osra, és már mindenki szenved. Én már nem megyek le Miskolcra fellépni, mert az már messze van, 2 órát kell utazni, és stb. Igen, azért itt van az utazás is. Tudni kell a koreográfiákat, tudni kell előadni, jól kell kinézni, legyél izmos. Nem mindenki tudja ezeket megugrani így egyszerre, szerintem. És még amit nagyon fontos kihagytam, hogy ugye játszani kell itt a hölgyekkel. Ugye színészi játékkel, az arcoddal végig kell kísérned a koreót, és akkor azzal
állandóan tűzben kell legyél, és azt kell elhitetni az adott nézővel, hogy ő a minden most ott jelen pillanatban, abban az egy-két órában. Ugye talán ez a legnehezebb, és ezt külön szoktuk egyébként gyakorolni, meg külön tanítjuk a srácoknak, ugye a koreográfiák mellett, hogyha van még idő, és éppen időben elkezdjük az adott szezonra való felkészülést, és még marad idő, akkor rámegyünk az arcokra, csinálunk videófelvételeket, és akkor ugye azokat visszanézzük, jókat kacagunk. Biztos. És akkor utána megpróbáljuk helyre rakni. Nyilván akinek nem sikerül, az vagy valamiben nagyon erős és marad a csapatban, vagy szép lassan kikerül a csapatból. Szüleid tudnak róla? Mikor megtudták? Hát gondolom tudnak. Persze, azért most már itt vagy egy ideje. És ezt mindig megkérdezem, mintha ilyen egetverő titok lenne ez amúgy. Ez csak biztos, hogy belém ívódott be, mert nekem, vagy 5-6 évig titkolnom kellett ugye itt a tanulmányaim mellett, hogy azért tolom ezt az ipart. Nyilván akkor még nem volt ilyen minőségi, meg művészi rész. Volt még egy picit ez a tipik egyet jobbra, egyet balra csippendél kategória, ami nem volt azért annyira, hát úgymond elismert, mint most a Hatman Dance, akár ilyen művészi vonalom, vagy produkció vonalom. De ezt mindig megkérdezem, de gondolom látok, akkor azért annyira nem okozott problémát, már eleve táncos közegből érkeztél. Nem, abszolút. Anyum az fiús anyuka. Igazából egyedül ő a nő a családban. Ő volt már a műsoron egyébként? Nem volt még nem volt, de... Most majd... nem jön a bonyba. Hogyha... meglátjuk. Nem tudom, mit szólna egyébként. Nem tanácsolod neki. Szerinted mit szólna egyébként? Mármint szokta nézni a videókat? Szokta nézni amúgy a videókat. Na, az mondjuk már fél siker. Nem tudom, hogy élőben, hogy tetszenek neki. És magára a műfajra mondott valamit, hogy... Nem mondott rá semmi rosszat egyébként, nem. Mondj egy elég nyitott anyuka. Nem, amúgy azt mondta volna nekem, de nem volt ilyen, szóval. Még az is lehet, hogy elő fog fordulni, hogy majd jön az előadásunkra, aztán majd ő fog ordítani a hátsó sorból, hogy hát így nyomjad, fiam. Várjuk sok szeretettel. Mert egyszer lehet, hogy az anyukáknak kéne csinálni egy ilyen műsort, ott a hátsó sorban, pedagógus anyukák, tényleg anyukád véletlenül nem pedagógus? Nem. A fél csapatnak igen, már kiderült, hogy pedagógus az anyukája. Úgyhogy azóta egy picit én is így szoktam példálózni édesanyámnál, hogy na, nem csak az én anyukám pedagógus, úgyhogy nincs ezzel semmi probléma. Hogy érzed meg a csapatban? Hát... ezzel én is így vagyok. Hát, jó, amúgy jó, el vagyunk. Nem, tényleg egyébként szerintem összetartó a csapat, lehet a másikra számítani, ami nagyon fontos. Hát én, hogyha nem érezném jól magam, akkor nem is lennék egyébként itt. Voltak olyan munkahelyek, ahol nem éreztem jól magam. És szerintem ez fontos egyébként, hogy jól érezd magad. Bírod magad tud adni. Bírom amúgy a srácokat. És szerinted ők szeretnek téged? Szerintem utána. Erre akartam kiukadni. Szerintem mindenki bír, mert... mert én mindig próbálom a jó kedvet a kulisszák mögött is hozni, mindig próbálok vicceket bedobni a csapatba, meg nevettetni mindenkit, lehet, hogy néha sok is, de legalább amúgy jó a hangulat, vagy így generálom a jó hangulatot. Amúgy. Az biztos. Lehet mondani, hogy te vagy a csapat bohóca. Te vagy a csapat jó kedv felelőse. De hirtelen nem jutott eszembe az a szó, csak ez. Bocs. Bár Bálint itt ülne mellettünk, a jó öreg Mateó, akkor neki biztos lenne egy némi hozzáfűzni valója, de egyébként igen, abszolút ezt tudom mondani, hogy ha Ramosz ott van valamelyik fellépésen, akkor tudja, hogy ott szakadás van, röhögés van, nevetés van, meg hát természetesen emellett hozza a kötelezőt, tehát így szabad jókednek lenni. Csak valamikor azt mondják, hogy egy szemét vagyok, mert hú de szigorú vagyok, meg megmondom, persze, hát az
én úgy vagyok vele, hogy az ne tréfálkozzon, aki nem tudja a koreót, vagy bizonytalan, vagy alapból van némi hátránya a többiekkel szemben. Én úgy vagyok vele, hogy ne akkor tréfálkozzon, amikor ott van 300, 400, 1000, 1100 hölgy, mert akkor azért ideges szoktam lenni. De hát a felett pedig nyilván nem török pálcát, akiről tudom, hogy nem lesz vele probléma. Vagy legalábbis nem lesz sok. vagy legalábbis nem lesz vele sok probléma, vagy után. Ezért van betiltva nálunk a drog, az alkohol, de már olyan szinten zéró, hogy már valakinek csak a táskájában meglátom, már akkor... már akkor rákérdezek, kivitetem vele a ruhatárba, onnantól kezdve folyamatosan csekkolom, azt is megnézem, hogy fogyott-e az üvegből, mert természetesen nem vagyok végig a táska mellett. Szóval nagyon fontos, és akkor itt mindenki mondhatja azt, hogy de hát ide kell jókedv, meg igen, kell jókedv, de ide inkább profizmus kell, és profizmusból eredendő jókedv, mert azzal nem lehet fenntartani a jókedvet, hogy minden nap szépen ráiszok az előadásra, és akkor van mondjuk egy héten 4 előadásunk, aztán a harmadik már teljesen rotty, meg nem tud felkelni az ember, a negyedik az meg már teljesen offos, és akkor így tovább, van körülbelül 60 előadásunk egy szezonban, vagy mondjuk 80 évente, és akkor el lehet képzelni, hogyha 80-szor iszik az ember, akkor egy év után alkoholista lesz, vagy éppen drogfüggő, úgyhogy nálunk. Ezt azért mondom el most így, mert egyébként elég sokszor felteszik ezt a kérdést, meg úgymond megvádolnak, hogy hát ez éjszakai élet, meg ez tánc, meg ez milyen könnyed műfaj, biztos, hogy szedünk valamit, hát... Nem szedünk. Valaki lehet, hogy szed, de azt addig szedi, amíg én el nem kapom. Szerintem ezzel a csapattal a mostanival nem nincsen gond. Meg nem is lesz szerintem. Igen, nincs gond. Egyébként volt már sokkal rosszabb. Azelőtt is volt még rosszabb, de ezt így az elmúlt 10 évben ezt így szép lassan így kiirtottuk. Meg nyilván srácok is mások lettek, akik így bejöttek a csapatba, sokkal profibbak, sokkal jobb felkészülést tudunk nekik biztosítani, a produkció folyamatosan erősödik, ezt fel tudják venni a srácok, és végül is nincs lemaradás se produkció terén, és sem srácok terén. Annak nagyon örülök, hogy rengeteg ötletet vesznek tőlük a külföldiek, holott van óriási szakadék van nézőszámban, büdzsé bevételben, óriási közönség, tehát most egy Németországot vagy egy Amerikát összesíteni egy magyar büdzsével, hát az esélytelen, de az képest ott vagyunk a topba, követő számba majd, hogy nem elsők vagyunk a világon. Úgyhogy azt gondolom, hogy így ezekben azért így nincs hiánya a csapatban, meg a csapat munkamorája az meg most tényleg elég profinál. Mivel foglalkozol civil életedben? Weboldalakat szoktam, meg szoftvereket tervezni főként. Voltam szabadúszó is. És mit kapsz? Ezt nagyon betanultam. Mondtam, hogy itt igazat kell mondani, Ramosz. Itt nincs helye hazugságban. Mit találjak ki? Hát mondd nyugodtan, a webkamos múltadat szedjük elő. Úristen! Isten őriz, nem. Megtaláljátok a ramoszkiskukac.com-on a videókat. Elleígyetek neki semmit, amit mond. És a saját oldaladat is magadnak készítetted? Nagyon vicces. Nem, a webkamos barátok. Azt is ott tanultad. Nem, ilyenről na, szó sincsen. Na, akkor visszatérve, igen, viccet félretéve, hogy... Tényleg weboldalakat szoktam tervezni, most egy cégnél tervezek szoftvereket. Előtte nagyon sok mindent csináltam egyébként, sokat vendéglátóztam, volt, hogy ingatlanokkal foglalkoztam, de nem... Adtál el ingatlant is egyébként? Nem, vagy? Azért voltam benne annyira rossz. Kiadó ingatlant adtam kiadó? Ki, de aha. Egyébként eladót nem. Annyira nem én voltam. Nem akarta kimenni tőled senki, vagy mi volt a baj? Nem tudom egyébként, szerintem azért... De adtál ki ingatlant végül, vagy úgy annyira rövid volt ez a munkaidőszak? Hogy adtam ki, csak akkor még ez az óceánjáróhajós dolog, az nagyon ja, benne volt COVID az életemben. Az nem, hanem abszolút nem tudtam itthon úgymond sokáig
dolgozni, semmit sem, mert mindig volt az, hogy ó, újabb szerződés, akkor gyerünk, akkor csináljuk, és akkor fél éveket voltam kint ugye a hajókon. Ezt egy ilyen 4-5 évig csináltam, és az mellett nyilván itthon nehéz volt állandó állást találni. Aha. De már egy jó ideje itthon vagyok, és már hajózás az nem lesz. Aha. Azt meguntad? Arra, hogy picit mesélj már nekünk, szerintem mindenkit érdekel ez a hajózás. Mármint mire vagy kíváncsi? Hát, hogy ugye oda is, hát azért azt lehet mondani, hogy elég nehéz oda bekerülni. Szerintem igen. Tehát oda standard táncosokat kerestek főként, vagy keresnek főként. Annó mi is voltunk egyszer-kétszer ilyen hajón felépni, 3-4 napot vállaltunk, mindig volt valami apropó, hogy éppen a Kosztának volt szülinapja, vagy ilyesmi. És egyébként brutál jó, 4 nap, az brutál jó. De ugye nálatok meg ilyen fél éves szezonokba kell kint lenni, ugye csapatokba vagytok verbuválva, és akkor ilyen félórás kis etapjokat adtok elő a közönségnek, ami így be van tanulva, tehát ilyen show-szerű, és akkor különböző táncokat adtok elő, gondolom páros táncokat. Hát ez úgy néz ki, hogy hetente adtunk elő egy vagy kettő előadás volt egy hét alatt, egy ilyen fél órás, 45 perces show-t kell elképzelni. Hatan voltunk táncosok, ugye három pár, és akkor különböző stílusban voltak ezek a show-k megrendezve. Volt mondjuk, hogy visszarepítettük a vendégeket a Charleston idejébe, de volt, hogy latinosabb produkciók voltak. A munka nem volt annyira megterhelő, nagyon szép helyeken voltam. Az első hajóutam volt Seychelles-szigetek, Madagaszkár, Mauritius, Reunion. Az igen. Szóval azt egy 4 hónapig csináltam, úgymond, akkor elájultam igazából, olyan a helyeken voltam. Szóval ez a pozitív oldal abszolút, hogy nagyon szép helyeken megfordulsz. De ilyenkor kiköttök, és akkor csak egy pár órát vagytok a szigeten, nem? Vagy van olyan is, hogy ott foglalnak szállást a szigeten is? Hát van, hogy van overnight, és az azt jelenti, ugye, hogy ott marad a hajó éjszakára is. Volt is ilyen nekünk. Mentünk bulizni, szórakozni. Nagyon jó volt egyébként, de van az is persze, hogy mondjuk délelőtt 8 vagy 9 fele kiköt a hajó, és akkor este 6-7 fele meg ugye vissza kell érni, és akkor indul is tovább. Aha. Egyedül, ami nekem nehezebb volt, ugye megszokni a CD-eket, amikor több napig a tengeren van a hajó, és nem lehet szárazföldet, csak a tenger van körülötted. Ezt azért fel kell dolgozni, meg átesel nyilván a tengeri betegségen is, de viszont több pozitív oldala van, mint negatív. Meg hogyha valaki fiatal, akkor most bátran merem ajánlani, hogyha van lehetőség, akkor menjen ki, és akkor tapasztalja meg, és akkor sokat tanul majd, megerősödik minden téren. És heti 2 fellépésetek volt? Én azt hittem, hogy minden nap. Volt olyan szerződés, ahol heti 3, vagy volt olyan, ahol heti 2, de nem volt olyan szerződésem, ahol minden nap sót kellett volna előadni. És akkor végig egy olyan kabinba vagytok, ami egy ilyen kis kapszula köbö, és se ablak, se semmi rajta, nem? Vagy... Hát volt olyan szerződés, ahol a víz alatt voltam, se természetes fény, se semmi. Ja, van olyan ablak, hogy víz alatt van? Nem, olyan kabin. Olyan... Kabin. Azt mondtam, hogy ablak? Kabint mondtam. Hát, igen. De most értem. Tehát van olyan kabin, ami víz alatt van, és a vizet látod? Persze. Mert és akkor ott a sziréneknek tudsz integetni, hogy ja, nem, abszolút nem látsz ki. Nem, nincsen ablak igazából, nincsen természetes fény, meg semmi. Aha. Az személyzeti kabin volt, de volt olyan szerződésünk, hál' Istennek, amikor vendégkabint kaptunk is terasszal, tengerkilátással. Nagyon szép volt egyébként. Szóval... De gondolom nem ez volt a... Az nem. Az ilyen, aha. Nem, de általában az énekeseket, Duna. Meg a entertainmentben dolgozókat egyébként. Hát gondolom, itt is vannak szintek, hogy vannak szintek, a táncosok, igen. A háttértáncosok, a showmenek, az énekesek, a műsorvezetők, stb. És akkor ki, sztár vendégek, mint mi például, akiket csak születésnapra hívtak meg. Egy szóval jó volt egyébként, jó élmény volt, meg jó tapasztalat. Aha. Hát az biztos, hogy tapasztalatnak jó, és anyagilag jól jöttél ki belőle a végén, vagy jó, elverted jöttem. A lóvét, mint a többiek. Jött a Covid, bezárt a hajó, és akkor mindenki elment ingatlanozni, az összes táncosból ingatlanos lett, arra emlékszel? Hogy nem tudom, hogy figyelted-e.
Én nekem pont szerencsém volt, mert hazajöttem még a Covid előtt, képzeld el, de viszont vannak olyan ismerőseim, akik pont kint voltak Covid ideje alatt, és ilyen, tudom, ilyen 30 napot voltak tengeren, kikötés nélkül. Igen. Kemény. Kemény. Igen, ez kemény és volt. Valakik ott ragadtak a hajón, meg valakik ott ragadtak a kikötőben, mert nem engedték leszállni őket. Hú, igen. Azok azért kemény sztorik, legalábbis amiket láttam utólag, amiket posztoltak a táncosok, azért az meredek. Hát igen. Mi volt a legemlékezetesebb pillanatod az előadások folyamán, amit eddig így tapasztaltál? Legviccesebb, legemlékezetesebb? Van-e ilyen? Legviccesebb, amikor... amikor a hátsó sor teljesen más csinált, mint az első sor, és az, ugye úgy van, hogy az első sor az hátrafordul, és akkor gatyatépés van, jó. És mi meg letérdeltünk mögöttük, és kicsit fura volt a helyzet, ott furán nézett ki. Ja igen, ez a La Casa de Papel műsorban volt, igen. Hogy... Igen, igen. Hogy az első sor letépte a gatyát, ti meg a hátsó sorba, mindenki vegyen fel egy szabad pózt, és ti meg letérdeltetek, és hogy az első sor letépte a gatyát, ti így vártátok a nagy fügykönyvt. Az így, az korrekt. Igen, ezen jót nevettünk. Aztán ezt azóta átkoreografáltuk nagyon gyorsan, mert ez egy picit félreérthető volt. Persze a közönségnek ez nem tűnt fel, hogy egyébként még lehet, hogy tetszett is nekik. Ők nem látták ezt, hál' Istennek, jobb is szerintem. De ez volt a legviccesebb, és volt ami legrosszabb, legkényelmetlen, mondjuk ez lehet annak is betudni. Hát ez sem volt kellemes egyébként, ez is egy kicsit kényelmetlen volt, de egyébként a legjobb pillanat szerintem az, amikor mondjuk a show vége van, és akkor mindenki állva tapsol, és akkor kapunk elismerést, az nagyon jól esik a hölgyektől. Ezt akartam kérdezni, hogy mit szeretsz ebben az egészben a legjobban? Hát abszolút szerintem mi a hölgyeknek egy olyan élmény nyújtunk, hogy el tudnak menekülni mondjuk a szürke hétköznapokból, és akkor teljesen másik világba csöppennek, ami szerintem egyébként ez baromi jó, és nyilván nagyon jól esik, hogyha elismernek, megkapjuk az elismerést, jó hangulat, laza mindenki. Igazából így összességében így az egészet nagyon szeretem. Szuper, akkor legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Ne feledjétek, kommenteljetek a videó alá, és a kommentelők között VIP jegyet fogunk kisorsolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Ramosz. Én is köszönöm, sziasztok. 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 Mi meg találkozunk holnap este. Vegas Baby.